Önök a Duna Földvár Televízió december 1-i adását látják. Jó estét kívánok! A Földvár Mozaik ma esti témái a következők lesznek. 48 végzős diáknak tűztek fel szalagot a Magyar László gimnáziumban a hétvégén. Készülnek a gyerekek már. Az osztály nagy része tovább szeretne tanulni, vannak, akik szakmát fognak tanulni, de én azt vettem észre, hogy komoly terveik vannak. Egész napos programmal emlékeztek a névadóra a Dunaföldvári Szakiskolában. Egy Magyar Lászlóról szóló műsort tartottunk, egy ünnepséget, ahol a gyerekek szerepeltek, majd pedig ezután szerveztünk egy koszorúzást és előadásokat. Az idei évben 4 előadást szerveztünk, amit a gyerekek meghallgathattak és választhattak közüle. Eldönthették, hogy melyiken vesznek részt. Cserére érett a Dunaföldvári Támogató Szolgálat személyszállító autója. Másnak nem más, ugyanazokkal a technikai paraméterekkel bír, mint az előző, tehát teljes körülön akadálymentesített, tudunk kerekesszékes ellátottat szállítani, vele ugye ez a legfőbb célja, illetve a feladata a támogató szolgálatnak. Úgyhogy ilyen szempontból nem más, hát annyi, hogy fiatalabb, és azért ez egy nagyobb lendületet és biztonságot tud adni az ellátás szempontjából a szolgálatnak. A cigányság régi hagyományának jelenéről szólt a Népszerű Tudomány legutóbbi előadása. Cigányok még sok esetben egy természeti népre jellemző magatartás formát élnek meg, ami az eseményorientáltságot jelenti. Mi már átalakulva mi nomád életünkből 1000 évvel ezelőtt, mi már időorientáltak vagyunk, és ez a kettő olyan feszültségeket gerjeszt, ami bizony feloldhatatlan, főleg, hogyha nem értjük a másik attitűdjének a hátterét. Némedi Konrád Dunaföldvári Kenus életében a 2015-ös esztendő volt az eddigi legsikeresebb év. És a 2015-ös év volt igazából ez a sikerév, ugyanis rengeteg nemzetközi versenyen voltam. Először voltunk a világbajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, ahol a 4-essel 6-ak lettünk. Utána szeptemberben volt egy Európa-bajnokság Romániában, ahol kinó 1 és 200 méteren indultam, ami nem igazán az én távom, de ott sikerült kijutnom, és ott döntőbe sikerült jutnom, aminek nagyon örültem, hogy 9. lettem. És ugyanezen az olimpiai reménységek versenyén még 2 aranyat tudtam nyerni, még ezután október elején. A hétvégén szalagtűzőt tartottak a Magyar László gimnáziumban. Bogár Judit tanárnő itt a Magyar László gimnáziumon először ütte végig az osztályát, megértétek a 12. évfolyamot, először voltál osztályfőnök. Milyen érzés volt, mikor megtudtad, hogy osztályt kapsz és 4 évig kell vinned őket? Váratlanul ért a felkérés, de nagyon hálás feladatnak bizonyult. A 4 évre visszatekintve, hogy telt gyorsan, lassan, élményekkel gazdagon? Mindenképpen gyorsan. Az első 2 év tartogatott bökkenőket, de az utolsó 2 évben már elfelejtetik a diákok velem, hogy a munkámat végzem, annyira jó velük. Tudjuk azt, hogy egy középiskolai osztály életében vannak változások, vannak akik kimaradnak, vannak akik érkeznek. Gondolom nálatok is volt ilyen tendencia. Igen. Ki is estek az osztályból többen, illetve gyarapodtunk is az évek során. Az is igazságnak tűnik, hogy az utolsó 2 évben kovácsolódik egy osztályközösség igazán közösségé. Így volt ez nálatok is? Igen. Úgy látom, hogy nagyon jó az osztályközösségünk, és remélem, hogy ez a hátralévő időben is így lesz. Az igazi megmérettetés most következik, csak az érettségi. Igen, készülnek a gyerekek már. Az osztály nagy része tovább szeretne tanulni, vannak, akik szakmát fognak tanulni, de én azt vettem észre, hogy komoly terveik vannak. A szalagavató egy megható ünnepség, itt is néhány könycsepp kicsordult. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok is átérezték ennek a jelentőségét? Igen, én úgy gondolom, hogy talán igen, meghatotta őket ez a szalagavató.
ebben a 6 évfolyamos tagozaton tanulsz, hát nem sokára végzel. Mi motivált, mi indítatott arra, hogy ide gyere Magyar László gimnáziumba? Hát a gimnáziumról persze már én is hallottam kisdiákként, és a színvonal, a hangulat nagyon megragadott, már mint külsős. És hát persze a továbbtanulás is a céljaim között szerepel, úgyhogy szeretném ezt itt megalapozni. 6 évet töltöttél itt, a tanulmányai eredményeidre is büszke lesz, hiszen egyike vagy azoknak, akik országos versenyt nyertek a Magyar László gimnázium színeiben, illetve a OKTV-n is nagyon szép eredményt írtél el az országos középiskolai tanulmányi versenyen. Ez gondolom még egy kicsit azt jelenti számodra, hogy tényleg érdemes volt ide jönnöm. Így van, persze, hát ezek a sikerek is motiválnak még tovább, hogy célom van, és hogy ezeket el kell érnem. A tanulás, a komoly tanulás mellett tudjuk azt róla, de tudják a többiek is, hogy igen aktív közösségi életet éltél itt a gimnáziumban. Miben lettél részt még a tanulmányi munkákon kívül? Hát ugye a diák önkormányzatnak is a tagja voltam az osztály képviseletében, és igyekeztem a gólyatábor, illetve korábban a gólyanap lebonyolításában is részt venni. A sporthoz is között volt itt 6 év során. Így van, hát a lány kézilabda csapatban is szerepeltem, és hát egész jó sikereket értünk el megyei, illetve országos szinten is. A szalagtűző után vagyunk néhány perccel. Maga az ünnepség valóban szép volt, és úgy tűnt, hogy ti is azért átéreztétek ennek a súlyát, hogy egy jó fél év múlva mindenek vége. Így van, számomra nagyon megható volt az egész, maga a szallag, mint szimbólum, egy olyan jelkép, amit szerintem egy gimnazista mindig is büszkén fog hordani. Tervek, célok az érettségi után? Hát Pécsre jelentkezem majd februárban, a földrajz szakirányt szeretném majd választani. András, a 4 éves tagozaton érted el a szallagavató időpontját. Azt is tudjuk róla, hogy a családi szálakkal nagyon sok területen kötött a gimnáziumhoz, mégpedig miképpen? Édesanyám, édesapám, valamint a bátyám is ide járt ebbe a gimnáziumba, szóval ez is közrejátszott abban, hogy ezt a gimnáziumot választottam. Nyilván ők meséltek sok élményt, jót is, de talán rosszat is. Igen, igen. Hát a gimnázium hangulata és a tanári kör is utólag, mint kiderült, jó benyomást keltett. A továbbtanulási szándékaimat is ez a gimnázium alapozta meg. Mik a szándékaid a jövőben? A jövőben úgy tervezem, hogy Budapestre adom be a kommunikációs főiskolára a jelentkezésemet, és a többit majd meg, ahhoz a jövő hozza. A 4 év alatt az osztályközösség változott, jöttek és mentek, és mikor érezted úgy, hogy na most már igazán kialakult egy jó, baráti jellegű osztály? A 12. év elején éreztem azt, hogy ez az osztály már, főleg így, hogy az utolsó évben járunk, így már nem fog változni. Így még jobban össze tudtunk kovácsolódni, főleg a nyáron, amikor osztálygráduláson kívül egyik osztálytársunk jó voltából el tudtunk menni Balatonra, Révfülöpre egy kicsit kikapcsolódni az osztálya, és ez nagyon-nagyon összekovácsolt minket. Aktívan sportos jelenleg is, a 4 év során is, itt az iskolában is, és iskolán kívül is. Mi ez a sportág, sportágak, és hogy lehet összeegyeztetni a tanulással? Hát én jelenleg most 10. éve futballozok, és itt a gimnáziumban, ebben az utolsó évben jeleskedem a sport tevékenységekben. Diákolimpiára mentünk kézilabdázni és röplabdázni is, kisebb-nagyobb sikerekkel. Kézilabdában jelenleg úgy állunk, hogy esélyesek vagyunk az országos diákolimpiának a kijutására. Visszatérve a kérdésre, a tanulásban, a sport mellett nagyon sokat köszöntek az iskola igazgatójának is, Balog Emesének, mert sokszor volt úgy, hogy hétközbeni meccseket kellett játszanunk, és nagyon megértő volt, és segített abban, hogy ezeket kivitelezni tudjuk. Heti 4 edzés mellett néha szűkös az időm, nem sokszor tudok úgy felkészülni, ahogy szeretnék, de megpróbálok mindent megtenni azért, hogy úgy, mint a pályán, úgy, mint a gimnáziumban hely tudjak állni. A névadóra emlékeztek a Dunaföldvári szakiskolában.
Az idei tanévben jelentős változások következtek be a hazai szakképzésben is. Eddig a szakképzőiskola gimnázium keretei közt működött, most ez ősztől megváltozott. Igazgatónőt kérdeztük, miért jelentett ez a változás, illetve milyen néven, milyen intézményként, milyen keretek közt működtök most? Július 1-ével megalakultak a szakképzési centrumok. Az országban 44 ilyen szakképzési centrum alakult, Tolna megyébe egyet hoztak létre, Szekszárdi Szakképzési Centrum néven. A szakképzőiskolák ezekbe a centrumokba tömörültek, Tolna megyében 10 szakképzőiskola került a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz, és a Dunaföldvár Bölcskemadacsa Mikrotérségi Általános Iskola gimnáziumi szakiskolából kivált a szakképzés, és önálló tagintézményként működik jelenleg most már tovább. Ez jelentette valamiféle személyi változásokat itt az iskola keretek között, talán tanuló létszámmódosulást? A tanuló létszámunk az hasonló, mint az előző években volt. Hála Isten, 30 fővel tudtunk indítani 9. osztályt az idei tanévbe, és olyan változásokat jelentett, hogy mint önálló intézmény, az intézmény élére igazgató került, és helyettes is került az intézménybe. Ilyen keretek közt először tartottatok iskola napot. Noha tudjuk azt, hogy korábban is voltak már ilyen jellegű rendezvények az iskolában. Milyen tartalommal telítődött ez az iskola nap, hiszen Magyar László nevét viselitek, gondolom névadóhoz kötődik valamilyen formában. Igen, az előző években is minden évben megtartottuk az iskolanapunkat, most egy picit más formában szerveztük meg ezt az iskolanapot. A gyerekeknek előtte való nap tartottunk egy versenyt Magyar László életéből, hiszen ugye ezt a nevet kaptuk, mint leváló intézmény mi is, és jelen pillanatban Szekszárdi Szakképzési Centrum Magyar László Szakképzőiskolája néven működünk. És ennek megfelelően egy Magyar Lászlóról szóló műsort tartottunk, egy ünnepséget, ahol a gyerekek szerepeltek. Majd pedig ezután szerveztünk egy koszorúzást és előadásokat. Az idei évben 4 előadást szerveztünk, amit a gyerekek meghallgathattak és választhattak közüle. Eldönthették, hogy melyiken vesznek részt. És mi pedig úgy állítottuk fel ezt az egészet, hogy kicsit ismerkedjenek Dunaföldvár történetével, illetve iparával. És ennek megfelelően hívtunk vendégelőadókat. Szászvári Józsefné Beszédes József életéről tartott egy nagyon színvonalas és sokakat érintett előadást. Ugye végigmennek a gyerekek a folyosón, és sokan nem tudták, hogy miért Beszédes József iskola néven szereplő tablót látnak, amikor most Magyar László a nevünk. És ezért szerettük volna bemutatni Beszédes Józsefet is. Ezen kívül 3 Dunaföldváron működő üzemnek a vezetőjét hívtuk meg, így a Cargill Magyarország ZRT-ből Papp Tibor úr és Magyari Ákos, a telephely vezetője jött előadást tartani, bioetanoltól Hegedűs István tartott előadást, valamint a Messer Hungarogász Kft-től Győri Sándor volt az, aki az előadásunkat tartotta. A gyerekeket tájékoztatták arról, hogy ezekben az üzemekben milyen munka folyik, mit dolgoznak, és milyen szakembereket várnak az üzemekbe, milyen végzettséggel tudnak elhelyezkedni, hogyha végeznek itt ezekben az üzemekben. Akkor ez a gyerekek jövőre számára nyilván hasznos előadás volt, érdeklődéssel fogadták? Igen, nagy érdeklődés volt az előadások iránt, kérdéseket tettek fel az előadások végén a gyerekek, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív visszajelzés volt számunkra is, mert azt mondták, hogy a későbbiekben is szeretnék, hogyha ilyen előadások elhangoznának. A meghívott előadókon kívül kik voltak még esetleg a meghívott vendégei az ünnepi napnak? Az ünnepségre meghívtuk a társintézményeknek a vezetőjét, polgármester urat, és a szakoktatókat, akikkel gyakorlati helyeken kapcsolatuk van a tanulóknak, akik el is fogadták ezeket a meghívásokat.
Az előadások után volt még programunk, egy népszerű tudomány címmel filmvetítést tartottunk a gyerekeknek. Ezt úgy szerveztük meg, hogy szintén négy témából választhattak, és az érdeklődésüknek megfelelően, és utána pedig feladatlapokat oldottak meg ezekkel kapcsolatosan. Lassan a télbe haladunk már a tanítási időszakban is. Gondolom, a gyerekek a karácsonyra készülnek. Szoktatok kis karácsonyi műsort tartani osztályszinten, vagy iskolaszinten, itt is a szünet előtt? Igen, jelen pillanatban már készülnek az osztályok. Hegedűs Ferenc osztálya fogja a karácsonyi ünnepét tartani, mert mi minden karácsony előtt szoktunk ünnepséget szervezni a gyerekeknek. Előtte már az iskolába egy kis dekorálással és egyéb hangulattal készülünk a vendégvárásra, de a gyerekek szakmáihoz is hozzátartoznak ezek a műsorok, hiszen a vendéglátó eladók, a falusi vendéglátók, a mezőgazdasági gazdasszony képzésnél is, ez benne van az ő munkaterületükbe, hogy a vendégeket az ünnepek kapcsán hogyan fogadják, hogyan várják és készüljenek erre. Azt is tapasztaltuk már, hogy ezekkel a munkálatokkal nem csak az iskolai ünnepségeken vagytok jelen, a termékeitekkel, hanem a város más rendezvényén is előfordultok. Igen, részt szoktunk venni az adventi vásáron, a könyvtár által rendezett héten, illetve az advent időszakában megtartott bemutatón és vásáron. Mindegyik helyen bemutatjuk a termékeket. A második fél, legalábbis januártól a végzősök számára is itt is rövidebb. Mikortól kezdődnek a vizsgák, illetve hogy készülnek fel erre a második fél év során a végzős diákok? Végzőseinknek a tanév az április 30-ig tart. A második fél évben már ugye itt gyakran folyamatosan készülnek az elméleti vizsga és a gyakorlati vizsga feladatokra. Tudják, hogy hol van, hol találhatók meg ezek a témák, és majd májusban lesznek a vizsgáik a gyerekeknek. Most inkább a kilencedikeseknél a pályaválasztással kezdünk el foglalkozni, mert a következő tanévben hirdetjük az új szakmákat, illetve folyamatosan megyünk a különböző iskolákba, ahol tájékoztatunk ezekről a képzéseinkről. A következő tanévben is a már megszokott profilunknak megfelelően épület és szerkezet lakatos, valamint hegesztő szakmába hirdetünk. A lányoknak a vendéglátó eladót, mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátót, női szabót, illetve új szakmaként a szociális gondozó és ápoló szakmát hirdetjük. Lecserélték a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat támogató szolgálatának személyszállító autóját. Litták Tamással beszélgetek a Magyar Mátrai Szeretetszolgálat támogató szolgálatának helyi vezetőjével, és a beszélgetésünk tárgya az, ami ott a háttérben áll. Ez egy autó, régen is volt, de ez nem az. Igen, szerencsére kaptunk egy új autót. Másik már igencsak kiszolgálta önmagát. Ezt kaptuk, vagy pályáztuk? Kaptuk. Régió központtól sikerült megkapnunk. Ugye a másik 2006-tól több mint 9 évig szolgált és teljesített Dunaföldváron, illetve a mikro térségben. Amikor én láttam itt ott elsulani, akkor ez jó állapotban tűnt. Miért kellett cserélni? Hát igen, a jó állapot azért igyekeztünk mi külsőleg megóvni, mind a gépkocsi vezetőnk azért sok karbantartási feladatot ellátott rajta, de azért a kilométerek nem múltak, hát több mint 300 ezer kilométer volt már ebben a gépjárműben, meg azért amortizálódott, tehát különböző kopások, és hát hadd ne meséljem, nyilván aki autót használ, az tudja, hogy 9 év az nem múlik el nyomtalanul egy gépjárműben. Ez itt a háttérben csak új, vagy más is? Hát újnak annyira nem mondhatnám, egy 3 éves, másnak nem más, ugyanazokkal a technikai paraméterekkel bír, mint az előző, tehát teljes körülön akadálymentesített, tudunk kerekesszékes ellátottat szállítani vele, ugye ez a legfőbb célja, illetve a feladata a támogató szolgálatnak. Úgyhogy ilyen szempontból nem más, hát annyi, hogy fiatalabb, és azért ez egy nagyobb lendületet és biztonságot tud adni az ellátás szempontjából a szolgálatnak. Elhangzott, hogy a támogató szolgálat kapta ezt a járművet kitől?
dél-dunántúli régiótól, tehát most volt ott egy ilyen flotta beszerzéses projekt, és akkor nyilván így a mi a kicsit használt, vagy kevésbé használt autót kaptuk meg. Egy másik téma azonban szorosan kapcsolódik ez is a támogatószolgálat életéhez. Egy jó hír, különösen a támogatószolgálat számára, de nem csak az annak a számára, nem mindazok számára, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, az, hogy stabilabb lábakra került költségvetési sorra. Hogyan is van ez? Igen, hát ugye évek óta pályázni kellett minden három évben, hol kettő évben, három évben arra, hogy működjünk. Ezt ugye emlékeznek a nézők, korábban el is mondtuk. És jövő év januárjától pályázni, illetve normatívát kell igényelnünk, ugyanúgy, ahogy egyéb szociális alapellátási feladatoknak, és akkor megkapjuk azt a költségvetési támogatást, ahogy te is említetted, amit a kormányzat ugye kitűz, és akkor ez egy stabilabb és így van biztonságosabb, tervezhetőbb gazdálkodást jelent számunkra. Hogyha számszakilag nézzük, akkor ez ugyanakkora összeget jelent, tehát elegendő az a pénz, mint korábban? Hát némileg emelkedik, de sajnos így sem lesz elég, tehát bele kell tennie ennek is, annak is a támogatását. Az, hogy ennek is, annak is, azoknak típus szerint mik a források, tehát az állami költségvetésen túl honnan jön még pénz? Hát alapvetően ugye a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egészíti ki, hiszen ő kötelezőzettséget vállalt arra, hogy ezt a feladatot ellátja itt a mikrotérségben, ugye Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa vonatkozásában. De itt kell megemlítenem azt a örvendetes tényt, és nagyon köszönöm a Dunaföldvár város önkormányzatának, képviselőtestületének azt, hogy válaszodra is, vagy kérdésedre is válaszoljak. Tehát a másik láb az az esetleges önkormányzati támogatás, ami most szerencsésen érte a támogató szolgálatot, tényleg még egyszer ezúton is köszönöm. És ebben bízom, hogy esetlegesen a bár megemelkedett állami normatíva még mindig nem fedezi a költségvetésünket, Málta hozzáteszi, amit hát tud, de reményelhetem talán azt, hogy az önkormányzat is segíteni fogja, méltányolja azt a tevékenységet, amit ellát itt a támogató szolgálat. Ez a másik két láb mennyire tervezhető? Itt pályázni kell, és azért van egyfajta bizonytalanság, vagy ez is stabilan jön, tehát a központtól, illetve az önkormányzattól? Hát eddig ugye mindig kénytelen voltam Málta pótolni ezt a hiányzó űrt. Nyilván, hogyha az önkormányzat adott esetben tud segíteni évelei tervezéssel, ugye ezt én nekem el is mondta a pénzügyi bizottság vezetője, helyi pénzügyi bizottság vezetője, akkor az neki számunkra is egy könnyebbséget jelent, mind financiális, mind pedig tervezhetőség szempontjából. Akkor ez azt jelenti, hogy azért mindenképpen a stabilabb, tehát az egy láb az feltétlenül, a másik kettő pedig változatlanul számíthatnak rá. Én merem remélni, így van. A szervezet háttér életéről, illetve háttéri feltételei után beszéljünk kicsit az előtérről, a frontvonalról. Ott miféle tevékenységek zajlanak, tehát korábban mi az, ami kihívás volt, és mire számítottak, hogy mi az, ami következik most itt november-december fordulóján? Nyilván ugye vannak a kötelező feladatok, amiért ugye ez az új autó is birtokunkba került. Emellett a támogató szolgálat nagyon jó és szoros kapcsolatot ápol a helyi csoporttal, ugye aminek a vezetője Jákli Viktor. Én azt gondolom, hogy ahogy évek óta, úgy most is a különböző programokban, gyűjtésekben, lásd akár az Adni Öröm akció, előtte a Mikulás túra, amit ugye Viktorék szerveznek erdélyi gyermekotthonok számára, ugye Bőte Csaba otthonainak számára, mi ezekben is igyekszünk részt venni magunkhoz mérten erőinkkel. Akkor ünnepek közeledvén most nagyobb forgalomra és nagyobb életre számíthat a szervezet? Igen, hát ugye számos alkalommal keresnek meg minket, lévén, hogy nekünk van irodánk azzal kapcsolatban, hogy a karácsonyi csomagra, gyűjtésekre mikor és hol tudnak jelentkezni, mi ezeket felveszünk és ezeket továbbítjuk Viktoréknak a csoport számára. Ezek ilyen akció jellegű feladatok, azonban van a háttérben, ami minden évben mindig kell. Kialakult egyfajta klientúrája, egyfajta szolgálati hálózata ennek a cégnek, tehát amikor segíteni kell rászorultakon, ennek a létszáma stabilizálódott, változik, ott mi a helyzet? Hát én ebben olyan nagyon mélységekig nem mennék bele. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az országos átlagban látszik az, hogy a szegénység az hát nem csökken, hanem egyre inkább én azt látom, hogy mélyül. Egyre több ügyfél jelenik meg, illetve potenciálisan ellátandó ügyfél jelenik meg azért itt a szolgálatunknál, és ő kerül képbe olyan tekintetben, hogy segítségre szorul. Akkor adódik egy kérdés, szükség volna erősíteni ezt a támogató szolgálatot?
Hát ugye most ezt külön kell választani, tehát a támogatószolgálat ügyfele, illetve az, hogy a csoport mit lát el, ugye a támogatószolgálat ugye a fogyatékkal élőket hivatott ellátni, az, hogy a helyi csoport, önkéntes csoport civil szervezetként a helyi szegényeket is tápolja és gyámolítja és segíti, az megint egy külön feladat. Én a szegénységről beszéltem, ami azért eléggé mélyülőben van. Hát, hogy itt támogatásra is, és hogy mondjam, egyéb plusz forrásokra van-e szükség, ezt a csoportvezető tudná megmondani. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell azért plusz forrást erre biztosítani, lévén abból, ahogy megket az előbb mondtam. Tehát ez mélyül. Cigányokról, cigányokkal együtt volt a címe a Népszerű Tudomány legutóbbi előadásának. Milyen társadalmi folyamatok alakították, illetve alakítják a magyarországi cigányság helyzetét? Nyilván vannak személyi feltételek, és a személyre hat vissza egy közösség, de azért elsősorban a személyek alakítják a magukét. Általában azt lehet megfigyelni, hogy a cigányságnak a megítélése, elfogadás, vagy befogadás, vagy elutasítása az nem magyarországi jelenség, hanem körülbelül az egész világon mindenhol ugyanazok a jelenségek vannak, és ez általában a nem elfogadás felé mutatnak. Itt egész biztosan a háttérben két életmód, két életfelfogás találkozása, illetve pont, hogy ütközése van. Ahogy itt az előadásban is elmondtam, talán azzal lehet a legegyszerűbben ezt jellemezni, hogy miközben a cigányok még sok esetben egy természeti népre jellemző magatartás formát élnek meg, ami az eseményorientáltságot jelenti, mi már átalakulva mi nomád életünkből 1000 évvel ezelőtt, mi már időorientáltak vagyunk, és ez a kettő olyan feszültségeket gerjeszt, ami bizony feloldhatatlan, főleg, hogyha nem értjük a másik attitűdjének a hátterét. Amíg 2-3 évtizeddel ezelőtt a magyar társadalom nagy része szolidáris volt a szegényekkel, ma már talán ez sem mondható el, ugyanez nem mondható el a cigányságról. Hát 30 évvel ezelőtt a cigányok jelentős része valóban dolgozott, és meg tudta teremteni aztokat az életkörülményeket, ami mondjuk akár még a szegényebb, de élhető társadalmi réteget jelentette. Viszont ez így van, hogy a fenntartások azok akkor is megvoltak, és most is megvannak. Ez nyilvánvalóan adódik abból a különbségből, ami meghatároz egy-egy népet, meghatároz egy népcsoportot, és most már ráadásul túl is vagyunk azon, hogy a cigányságot, mint valami egzotikumot kezeljük, hanem most már társadalmi méretekben a cigányok többségére úgy tekintenek a magyarok, mint akik ennek a társadalomnak nem előmozdítói, hanem visszahúzói, és ez aztán természetesen feszültségeket gerjeszt. Előadásában említette, hogy hiányzik az egészséges magyar, illetve az egészséges cigány identitás. Azt jelenti ez az ön olvasatában, hogy tulajdonképpen mi magyarok, illetve a magyarok sincsenek helyén kezelve? Igen, én hiányolom azt, hogy a magyarság nagyobb része nem olyan mértékben büszke a múltjára, a nyelvére, az eredményeire, arra, hogy itt Európa szívében 1000 éves államiságban él, mint amit ez a teljesítmény, idézőjelben mondom, megérdemelne, hanem sokkal inkább egy kozmopolita álláspont kezd el érvényesülni, hogy teljesen mindegy, hogy hol élek, teljesen mindegy, hogy milyen vagyok, jól éljek,
az egzisztenciám legyen minél magasabb fokon, és ez vált igazán értékké. Miközben ezek nagyon jól tudjuk, hogy gazdasági válsággal, bankcsőddel, akármivel egy pillanat alatt elrepül, viszont például, hogyha megtartó értékeket keresünk, akkor egy nemzeti érzés, egy egészséges identitás, az átmenthet, ehhez jön, hogy még maradandóbb és még tartósabb, sőt örök, hogyha én Istenben hiszek, és az Istentől kapott értékek azok, amik meghatározzák az életemet. Na most én úgy tartom, hogy a minden népnek maga számára természetes kell legyen, hogy a saját kultúráját tartja a legértékesebbnek, hiszen hogyha ez nem így van, akkor el fog tűnni. Viszont hogyha megadom az esélyt a másiknak, a másik is adja meg nekem ugyanígy, és akkor fogunk igazán kiegyezni, hogyha tudjuk egymásról, hogy ez így van rendjén, hogy ő neki az a legértékesebb, és így én is elkezdem az övét becsülni, ő is az enyémet, de övének ő számára hadd legyen az, és az enyém az én számomra, és ne akarjuk ezt egymásra oktrojálni. Kapcsolódik a következő kérdésem egy kicsit ehhez, hogy amíg a többségi magyar társadalom más itt élő etnikumok kultúráját, hagyományait elfogadja, addig a cigányságét alig, vagy egyáltalán nem. Egyrészt ebben van egy nagyfokú tudatlanság is. Tehát nem vesszük magunknak a fáradtságot, hogy közel menjünk, és megnézzük azokat az értékeket, ami mondjuk egy cigány hagyományban van. Akár a túlélésért és cigányként megmaradást tekintjük, akár a közösséget, ami persze egy pillanat alatt tud a leggyilkosabb ösztönből a legnagyobb összetartozássá változni, de mégis a közösségi létet ezerszer jobban megélik, vagy a hagyományokhoz való ragaszkodást, akár hogyha a halottak irányába nézzük, vagy az állatok, a lovak irányába, vagy a népdalaik irányába, vagy pedig a népdalaik átformálódása az új világnak megfelelően, viszont azonnal érezzük, hogy ez cigány zene, még hogyha esetleg műdallá is változik, mi nálunk ez teljesen kihalóban van, vagy csak egy kis réteget érint, sokkal inkább az angol szász zene az, vagy az olyan típusú zenék, amik itt Magyarországon dívnak, mondjuk a gimest lehetne ellenpéldaként mondani, de nem olyan nagy táborok ezek, mint ahogy a cigányok, elmegy az ember ugye egy cigány telepre, akkor ott állandóan a cigány népzene, vagy a cigány népzenére épülő új zene megy. Melyek azok a legalapvetőbb problémák, ami ön szerint a legnehezebben kezelhető, de a leginkább meg kellene most már oldani, vagy legalábbis elindulni a megoldás útján? Hát ugye ezeket szokták klasszikusan mondani, hogy a lakhatási körülményei a cigányoknak, az oktatás, a munkahelyteremtés és az egészségügyi viszonyok, és a rövidebb életkor, amit a várható életkor a cigányoknak, amiket megélhetnek. De hát ezek a praktikus dolgok, mondjuk így, sokkal inkább lenne az feladat, hogy a két etnikum jobban megtalálja egymást, hogy az elfogadás legyen az elsődleges, és nem a falak, és nem a fenntartások. De hát a cigányságon belül is, a különböző csoportok között is ugyanez működik, tehát ez itt mindenféleképpen kölcsönösségről van szó. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak nem azért kell, hogy bűntudatuk legyen, mert hogy mi vagyunk azok, akik nem, hanem kölcsönösen nem tudjuk elfogadni egymást, és ezeket a falakat
kellene, hogy ezek a falak leomlanának, akkor valószínűleg könnyebb lenne az oktatásuk is a cigányoknak, könnyebb lenne a munkahelyi elhelyezkedésük, és az egészségügyi dolgaik és lakhatás, minden változna, hogyha az attitűd, az egymás iránti elfogadás változna. Már nemzetközi szinten is számon tartják Németh Konrádot, dunaföldvári Kenust. Németh Konrád a Magyar László Gimnázium végzős diákja, nem csak a gimnázium, hanem a város egyik legeredményesebb sportolója, hiszen az utóbbi években evezésben Kenuban számos nemzetközi hazai versenyen szerepelt nagyon eredményesen. Hát próbáljuk összegyűjteni az utóbbi évek legrangosabb eredményeit, a nemzetközi sikerektől haladva lefelé a hazai eredményekig. Hát 2012-ben jöttek először igazán az eredmények, ott az EORV-n, az olimpiai reménységek versenyén negyedik voltam egyel fölöttem lévő korosztályba, és a magyar bajnokságot ugyanebben a korosztályban megnyertem, és úgy tudtam kijutni ide. 2013-ban már a saját korosztályomban tudtam nyerni két magyar bajnokságot, amivel kvalifikáltam magam ugyanerre a versenyre, és szintén a saját korosztályomban két aranyat és egy bronzot nyertem. 2014-ben is sikerült kettő magyar bajnoki címet szereznem, és ugyanezen az olimpiai reménységek versenyén egy aranyérmet és két ezüstöt sikerült nyernem, és a 2015-ös év volt igazából ez a sikerév, ugyanis rengeteg nemzetközi versenyen voltam. Először voltunk a világbajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, ahol a 4-essel 6-ak lettünk. Utána szeptemberben volt egy Európa bajnokság Romániában, ahol Kenu 1-es 200 méteren indultam, ami nem igazán az én távom, de ott sikerült kijutnom, és ott döntőbe sikerült jutnom, aminek nagyon örültem, ott 9-dik lettem. És ugyanezen az olimpiai reménységek versenyén még két aranyat tudtam nyerni még ezután október elején. Hát ezek a eredmények önmagukért beszélnek, hiszen fiatal vagy, 18 éves vagy. Mikor kezdtél evezni, kenúzni? 8 éve kezdtem el, 2007 nyarán a Sziklenka Laci bácsán egy Dunaföldváron egy ilyen táborba jelentkeztem először, és akkor onnan ott ragadtam. Napjainkban ki az edződ, kik foglalkoznak veled, kik készítenek fel a versenyekre? A Dunaferesőben Molnár Gergelynél edzek, és hát nála töltöm a mindennapjaimat, járok sportpszichológushoz, gyógytornászhoz, rengetegen segítenek jelenleg. Említetted azt, hogy olyan versenyeken is indultál, ahol egyel magasabb korosztályban szerepeltél. Ez azt jelenti, hogy főleg fizikálisan fel vagy készülve arra, hogy egy keményebb mezőnyben is helytálljál? Hát az egy különleges év volt, ugyanis az én korosztályomnak még nem volt nemzetközi verseny, és az egyel fölöttem lévő korosztály egy kicsit gyengébb volt, mint nemzetközi, mint hazai szinten, nem volt annyi jó. Csak ketten voltak talán, és így abba az évben összejött egy olyan döntő, ahol 4-5-en is odaérhettünk volna. És ugyanolyan kaliberűek voltunk, mint az 4-5-en. Ebből az évből már csak néhány hét van hátra, gondolom nem sok esemény vár rád, de tavasztól milyen feladatokra készülsz, illetve a jövő évben mi vár rád? Hát jövő évben az IFI VB-re szeretnék megint kijutni, ezelőtt van még két válogató, egy rangsoroló verseny, és az alapján majd meglátjuk, hogy kvalifikálok. Hát említettük azt, hogy a gimnázium végzős tanulója van, nyilván ez azt jelenti, hogy ez azért nagyon fontos számodra, hiszen az érettségi vizsgák előtt állsz. Sikerül összehangolni az edzésmunkát, a sok utazást, a tanulással? Abszolút, mivel a tanárok nagyon rendesek, mindig meg tudom beszélni, hogy mikor feljegyek, mikor írjak dolgozatot, és így abszolút sikerül szabadidőt találni a tanulásra is. Hogy fogadja a szűkebb környezeted az eredményeid, egy a diáktársak, a szülők, vagy dunaföldvári ismerősök, haverok? Nagyon örülnek, mindenki gratulál, és mindig, mikor visszajövök versenyre, látom, hogy mindenki boldog, meg mindenki jön hozzám oda gratulálni. Egy jó fél év, és itt befejezed a középiskolai tanulmányodat, nyilván valahol tovább kell lépnek, esetleg Dunaföldvárt is elhagynod, de gondolom a sporttól nem szakadsz el. Mik a terveid a magánéletedben, esetleg tovább tanulás, illetve a sporttal, hogy tudod mindezt majd összeegyeztetni? A testnevelési főiskolára szeretnék menni, ahol edzőnek tanulnék, és személyi edző szeretnék lenni a jövőmben. A kenuzást se szeretném abba hagyni. A KSI-be szeretnék menni, a Norál Tamáshoz edzeni majd. Azt jelenti, hogy rövid időn belül akár a felnőttek közt is versenyezhetsz, nemzetközi felnőtt versenyeken is indulhatsz? Abszolút, szerintem benne van a pakliba.